A tatai Klapka György lövészdandár Szomódi lőterén tett látogatást Kriston István főtörzszászlós június 17-én. A Magyar Honvédség vezénylő zászlósa megtekintette az acélkocka altisztképzési rendszerben résztvevők hármas számú lőgyakorlatát, valamint azt is megtapasztalta, hogy milyen érzés, amikor megindul alatta egy T-72-es harckocsi. Mai látogatásom legfőbb célja az volt, hogy a 2019-ben megindult acélkocka altisztképzés szakmai részének a mai napon a harckocsizó fegyvernem szakmai képzésének a részleteit megtekintsem. A vezénylő zászlós a lőgyakorlaton résztvevőkkel is elbeszélgetett, akik eddigi tapasztalataikat osztották meg vele. A Magyar Honvédség vezénylő zászlósaként célom a katonák valós és a valós feladatban való feladat végrehajtásának a megismerése. Jó volt belenézni a fiataloknak a szemébe, látszott rajtuk a motiváltság, az erőtől való duzzadás, úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarország jó kezekben van ilyen felkészült fiatalok jelenlétében és az ő szakmai felkészültségének teljes tejében. Ez köszönhető nyilván az alakulat vezetésének, illetve a felkészítőiknek. Az acélkocka képzésen résztvevők a lőgyakorlat során elsajátítják egyebek mellett a menetből történő lövészetet, valamint tűzpárban és a szakaszban való mozgást harctéri körülmények között. Ez egy mérföldkő az acélkocka, a harckocsizó acélkocka szakmai képzésben, hiszen a harckocsiknak a teljes fegyverzeti spektrumát felüleli ez a lőgyakorlat. A lövészdandár vezénylő zászlósa a képzésen résztvevő acélkockák rátermettségét és elszántságát is méltatta. Nagyon motivált mind a tüzér, mind a harckocsizó acélkocka képzésünk. Az érkezett hallgatói állomány, akik Szentendrétől kaptunk, nagyon magas színvonalat képeztek már megérkezésükkor, és nekem nagyon nagy örömre ad okot az, hogy az ő elhivatottság, az ő motiváltságuk, az én állományomat, az én kiképzői állományomat, és természetesen a tüzérosztályt és a harckocsizó zászlóját is abszolút mértékben motiválta. A T-72-es harckocsin gyakorlatozó acélkockáknak egy esetben vezénylő zászlós segítsége is akadt. Kriston István vezénylő zászlós maga is segített a málházásban, és együtt futott ki a harckocsizókkal egy gyakorlatsor végrehajtására.